Köszöntöm nézőinket, Lehel Kata vagyok. Mutatom, mit kínálunk a mai Cikádor magazinban. 25%-os kedvezményre lehet pályázni. 5 millió forintból fejleszt a Bátaszéki Horgász Egyesület. Orgonást a Nagy Boldogasszony templomban. Vicces, pajzán, de elgondolkodtató előadást hozott az Aradi Kamara Színház Bátaszékre. A nyersanyagok árának emelkedése miatt augusztus 1-től több mint másfélszeresére emelkedik a diák étkeztetés ára Bátaszéken. A képviselőtestület 25%-os kedvezményt ajánl azoknak az általános iskoláskorú gyerekeknek, akiknek a családjában az egyfőre jutó jövedelem nem éri el a 100 000 forintot. A kérelem már letölthető a polgármesteri hivatal honlapján. Van olyan főzési alapanyag, aminek vételára az elmúlt fél évben a duplájára nőtt, vagyis 100%-os áremelkedés jellemezte. Ez és a június végéig fennálló vírusveszélyhelyzet miatt hozott intézkedések jelentősen megnehezítették a bátaszéki konyha működését. Amikor 2022-es költségvetést összeállítottuk, akkor azon adatok figyelembevételével tettük, ami a konyha esetében novemberben, 21 novemberében lezajlott beszerzési eljárás szerinti várató beszerzési költségek, illetve a konyha működéséhez érkező különböző bevételi források. Sajnos már lehetett látni január végén, februárban, hogy a beszállítók nem tudják azon az áron biztosítani a konyha működéséhez szükséges árukat, hiszen infláció következtében jelentős 30-50, sőt esetenként 100%-os kiadás növekedéstről adtak tájékoztatást. Tekintettel arra, hogy a tavasz folyamán ráadásul még árstopp is volt, ami azt jelentette, hogy az önkormányzatnak nem volt lehetősége a térítési díjaknak a beszerzési árakhoz a igazításra. Így május hónapig a városi konyha működésében mintegy 9 millió forintos veszteség keletkezett, amit az önkormányzatnak saját forrásból kell biztosítani a működési kiadások és a tényleges bevételek különbözeteként. Július 1-én nyílt először lehetőség arra, hogy az önkormányzatok a megemelkedett beszerzési árakhoz igazítsák a szolgáltatás árait. Ezzel élte Bátaszékváros önkormányzata is, és 2022. augusztus 1-től új térítési díjak kerültek bevezetésre, vagy kerülnek bevezetésre. Sajnos ez 50, sőt van olyan térítési díj, ahol 70%-os növekedést fog eredményezni. Csak tájékoztatásként néhány dolog. Egy óvodás eddig 460 forintot fizetett a 10 óraiért, ebédért és uzsonnáért. Itt 51%-kal fog nőni sajnos a térítési díjnak a mértéke, ami azt fogja jelenteni, hogy 697 forintért, azaz pluszban 237 forinttal növekszik neki a térítési díja. Általános iskolások esetében, ugyanúgy egy napközis esetében 579 forintot fizettek a szülők a gyermekek után, ez most 909 forintba fog kerülni. Itt 57%-os emelkedés, azaz plusz 330 forintnyi költségnövekedést eredményezett a beszerzési árakból adódó költségkiadás. És egy menzás általános iskolás 348 forintot fizetett, itt 56%-os emeléssel ez 546 forintba fog kerülni augusztus 1-től. És a legdrasztikusabb emelés az a felnőtt ebédnél történik. Ott augusztus 1-je előtt 788 forintért tudtuk adni az ebédet, augusztus 1-től ez 1435 forintba fog kerülni, itt 82%-os emelkedés következett be. Nem volt az önkormányzatnak más lehetősége, hiszen rajta kívülálló okokból történtek itt elsősorban az élelmiszerbeszerzésben a változások, és hát azt látjuk, hogy nagy valószínűség ezek a térítési díjak az év második felében még így sem lesznek tarthatók, hiszen azért július 1-től jelentős energia emelkedés is bekövetkezett. Ugye ez nem tartalmaz ezek a díjak, tehát a vendégétkezésnek a költsége valószínűleg ott még drasztikusabban nőni fog még az év hátralevő részében. Azonban azt is látják, hogy ez az emelés több családban is problémát okozhat. Annak érdekében, hogy a gyermekek ne maradjanak étkezés nélkül, úgy döntött a képviselőtest, hogy egy általános iskolában az általános iskolai tanulmányokat folytató gyermekek számára egy 25%-os kedvezményt biztosítunk augusztus 1-től.
Erre vonatkozóan el is készült a kérelemnyomtatvány, ez már az önkormányzat honlapján is megtalálható, az óvoda élelmezés vezetőjénél is megtalálható. Javaslom a szülőknek, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel. Mindazon családok esetében, ahol az egyfőre jutó jövedelem nem fogja meghaladni a 100 000 forintot, ott lehetőség lesz 25%-os kedvezmény igénybevételére augusztus 1-től. A második rész a gimnáziumban azok a tanulók, akik általános iskolai évfolyamon végzik a tanulmányaikat, ők is igénybe tudják majd venni ezt a kedvezményt, és ugye ez a kedvezmény ez csak a Bátorszéki állandó lakóhelyen rendelkező családok számára lesz igénybe vehető. Ezzel egy menzás gyermek, illetve a családja havi 2000 forintot spórolhat majd. Több olyan gyermek van a városban, aki szociális rászorultsága okán 50%-os kedvezménnyel vagy térítésmentesen veheti igénybe a konyha szolgáltatásait, de a most kiírt pályázat további 100-120 gyermek étkezési költségeit csökkentheti majd. Az erre vonatkozó kérelemnyomtatvány már letölthető a hivatal honlapjáról. 5 millió forintot nyert pályázaton a Bátaszéki Horgász Egyesület, ebből az összegből vettek, egy fűnyíró traktort, kamerarendszert építettek ki, és a bányató víz utánpótlását is ebből szeretnék megoldani. Vad Jácint az Egyesület elnöke beszélt stábunknak terveikről és közelgő horgászversenyükről. Csendes, nyugodt, gyönyörű környezet, és még halat is lehet fogni, ez a kövesdi bányató. A területet a Bátaszéki Horgász Egyesület használja és tartja karban. Most egy újabb fejlesztésen dolgoznak, a tóvíz utánpótlását szeretnék megoldani. Most már a célegyenesben vagyunk, reméljük az augusztusi hónap végére megtörténik a teljes átadás, és a szomszédos kövest patakból fogunk tudni. Csináltunk egy ciszternát, ahol egy kicsit megállítjuk a vizet, megszűrjük, és onnan fogjuk tudni átpumpálni a vizet a tavunkba, mivel sajnos az éghajlat, a szárazság, az oszály minket is nagyon megviselt. Azt lehet mondani, hogy komplett 4 évnyi téli csapadék hiányzik a tóból, plusz az asszály és a párolgás miatt. Hát a 4 év alatt egy 2-2,5 méter vízünk elment. Ami azt mondom, hogy bányató révén nem egy eget rengető probléma, de azért ez a mennyiség nekünk is már mennyiség, de még így is van 10-12 méteres mélységünk. Ezek ellenére úgy néz ki, hogy a halak még mindig jól érzik magukat itt. Hála Isten, most már a pontyunk elkezdett szaporodni. Most már vannak fényképes visszaigazolásunk, hogy vannak 8 kiló fölötti pontjaink, és ahogy horgász szokta mondani, kacsa hozta a lábán, amúrunk is van valahogy. Harcsánk is most már nődögél, találtak 6-7 kilót meghaladó harcsát, szerintem egy 3-4 hete, ha fogták. És természetesen az ivadékaink, a ponty ivadékaink, amikre azért vigyázunk is, és etetjük is őket. Igazándiból a beruházás ő miattuk is, és a horgászok miatt is van, hogy minél nagyobb vízfelület, minél szebb legyen, mert ahogy ránéztek a túra, látjátok ezt nagyon, hogy ez hiányzik, meg nem is olyan szép, meg hát a friss víz utánpótlás az kell a halaknak is, az oxigén miatt is, meg hát az élőhely nagysága miatt is. Évvégén megnyertünk egy pályázatot, egy 5 millió forint érő pályázatot, amiben ez a vízutánpótlás a legfőbb beruházás, majd egy fűnyíró traktort még vásároltunk ezen a beruházáson, és mivel ezt az értéket meg kell védeni, és a tavat is, egy kamerarendszer is kiépítésre kerül még ebben az évben. Igazán ez az 5 millió forint ezt fogja fedezni, mert valljuk be, ezt azért saját zsebbölünk költségként nagyon nehéz finanszírozni. Ezen kívül a saját forrásból felhúzott, fedett kiülőt is bővítik a közeljövőben. Egy kicsit bővülünk, az a főző résznek a meghosszabbítása, oda egy tárolóhelyiséget fogunk takarmány, egyéb kiegészítő eszközöknek a tárolására fogjuk megcsinálni ezt a helyiséget. Ezt még reméljük a horgászverseny előtt, amit most megragadnánk, szóval augusztus 27-én lesz, még reméljük, hogy 27-e előtt ezt meg fogjuk tudni csinálni, és kész lesz az is. Ezt a horgászversenyt minden évben megrendezik a tagok számára. Egy kicsit jobban ide akarjuk szoktatni a tagjainkat, mert 700 fő. 700 fő a tagszámunk, ami civil szervezetként és bátorszéki szervezetként nem kevés, de még mindig inkább sokan az élővíznek
a Dunának, a Vén Dunának a szerelmesei, és egy kicsit azért még jöhetnének ide a horgászok, ha nem is sok, de egy kevés még jöhetne, egy olyan 100-120 fő jelenik meg. Talán el lehet mondani most már büszkén, hogy évről évre egyre jobb az eredmény, amit fognak a horgászaink. Tavalyi évben már az egy mázsát meghaladta a fogott hal mennyisége. Kíváncsian várom, hogy idén mi lesz majd. És természetesen augusztus után nem feledkezünk meg a támogatóinkról sem, és az önkormányzatról sem. Augusztus után, a verseny után egy 2-3 héttel szokott lenni egy olyan, hogy támogatói horgászverseny. Igazándiból támogatói vállalkozók, akik géppel vagy bármiféle segítséggel szolgáltak nekünk, vagy az önkormányzat akár anyagi, vagy akár erkölcsi segítséggel segítettek nekünk. Őket vendégül látjuk egy jó hétvégét, egy jó napot előttünk, viccesen elbeszélgetjük az időt, és jót főzünk, és ezzel telik a délelőttünk. Nem is igazándiból ott már, nem igazándiból a verseny a lényeg, hanem a részvétel, hogy együtt vagyunk. Ponyból 20-21 mázsát, Csukából 3-4 mázsát telepítenek a tóba évente, de kárászt és keszeget is tesznek a vízbe minden alkalommal. Legutóbb július 11-én folyt itt haltelepítés. A következő percekben Kristófi László, Fischer Enni díjas orgonaművész koncertjére látogatunk el. Az előadása Köszönjük Magyarország program keretében valósult meg, így a résztvevők térítésmentesen élvezhették a hangversenyt. A Köszönjük Magyarország program célja, hogy a pandémiás időszak elmúltával a hivatásos előadó művészek továbbra is aktív szereplői maradhassanak a kulturális életnek. Továbbá, hogy a produkcióik által az újrainduló kulturális élet országszerte gyarapodhasson. A közönség pedig a tehetséges fiatal fellépőkkel, illetve hazánk neves előadóival egyaránt ingyenes feltételek mellett találkozhasson. Ennek keretében látogatott Bátaszékre Kristófi László, Fischer Enni díjas orgona művész is. Nagyon nagy segítség szerintem a művészeknek manapság, hiszen egy könnyebb lehetőségük adódik fellépni, hiszen akár helyszínek megkereshetik őket, akár ők maguk is jelentkezhetnek koncertezni, és így anyagilag ezáltal támogatva vannak. Szerintem sokkal könnyebb így fellépéshez jutni. Ráadásul a program azt tűzte ki céljául, ami szerintem nagyon szép dolog, hogy főként vidéki és kisebb településeken legyenek ezek a koncertek. Ennek külön örülök, hiszen, mint tudjuk, a nagyvárosainkban pezsgő kulturális élet van, de kisebb helyszíneken, mint például akár Bátaszék is ide sorolható, sokkal kevesebb koncert vagy kulturális esemény van. Így mindig örömmel jövök ilyen helyekre, hogy kicsit az embereknek az orgona muzsikát bemutassam. Hát tulajdonképpen a koncert terve az egy zenei időutazás, a 17. századtól kezdve egészen a 20. század elejéig. Német és olasz, főként német és olasz zeneszerzők műveit játszom. Tehát barokk kortól elkezdve a klasszikus koron át, romantika, és a végén már a korai 20. század is megjelenik a koncert vége felé. A mai műsorból talán akit kedvencenként felsorolhatnék, az Johann Sebastian Bach, illetve magyarként nyilván Liszt Ferenc, akinek a művei szeretettel játszom, ahol csak tehetem, akár külföldön is. Ez az én egyéni véleményem, hogy Bach az egyik legnagyobb élt zeneszerző, aki valaha létezett. Liszt Ferenc pedig, hát, mint említettem, magyar volt, amiatt is különösen kedves számomra, de egyébként ő is a romantika egyik legnagyobb alakja, véleményem szerint.
kiskoromtól kezdve gyakran találkoztam ezzel a hangszerrel, sokat jártam templomba édesapám révén, és aztán zenéltem is, hegedültem, zongoráztam, de a végén 16 évesen az orgonánál kötöttem ki, úgyhogy 11 néhány éve már ezen a hangszeren játszom. A hangszer nagysága és sokszínűsége fogott meg valószínűleg, meg az, hogy ilyen csodálatos akusztikákban játszhat az ember és csodálatos terekben. Szoktam járni Németországban, Erdélyben, Ausztriában, voltam már Olaszországban is, úgyhogy Európa szerte igen lehet mondani, hogy jártam már, koncerteztem. Vicces, pajzán, de elgondolkodtató előadást hozott az Aradi Kamaraszínház bátaszékre. Móricz Zsigmond három paraszt tréfájából, a Zördög, a Duflapofon és a Lélekvándorlásból egybegyúrt előadás igazi nemzetközi produkció lett. Pajzán komédiák élő zenével, tánccal, vigassággal. Ezt láthatták a bátaszékre látogatók július 31-én a Művelődési Házban. Móricz Zsigmond három komédiájából álló egyfelvonásos művét az Aradi Kamaraszínház színészei, a Szabadkai Juhász Zenekar és a Békés Csabai Tabán Táncegyüttes művészei mutatták be. Mi nagyon jó helyen lakunk, ugye? Ott van Arad, közel van Magyarország, közel van Szerbia, ugye? Közel van, nagyon jó, együttműködünk a Békés Csabai Jókai Színházzal, a Tabán Tánc Együttessel, Szabadkaiak, a Szabadkai Juhász Zenekarral, de a Szegedi Pince Színházzal is. Tehát mi egy teljesen nemzetközi színház vagyunk, kár, hogy a határon sokat kell állni néha, de ha ez nem lenne, akkor egy olyan átjárhatóság van a színházak között, hogy az eszméletlen. És ez mindig is így volt, tehát a Kamaraszínház mindig együttműködésbe készítette az előadásait, akár Csabával, akár Szegeddel, akár most majd Budapesttel, akár Szabadkával. Ez egy 4 éves előadás, és mi úgy kezdtük ennek az előadásnak a pályafutását, hogy Arad megyébe olyan településekre mentünk le, olyan falvakba, ahol nagyon ritkán van színház, olyan emberek közé, akik nem tudnak bejönni hozzánk Aradra a színházba. Majd aztán jött Temes megye, Hunyad megye, és az egész Arad régiót, ezt a nagy régiót, Szorvány régiót, mi nem szeretjük azt a szót, hogy Szorvány, az összes Szorvány települést bejártuk. Délelőtt gyerek előadás, este felnőtt előadás, és hál' Istennek a déli népprogram is erről szól. Én, Lekedi Magyar Gyurka, kinek a vastag, mint a hurka, esküszöm a gatyám madzagára, hogy még máma este rámászom marcsára. De aztán egyszer csak megjelenik az ördög, és minden elromlik. Öreg anyád, öreg anyád. Most jött el a pokolból, hogy elmondjam, mi a kötelesség. Móricz Zsigmond három egyfelvonásos parasztréfáját, a Zördög, a Duflapofon és a Lélekvándorlás történetét gyúrták össze. Sose törődte vele! Hát kibékítlek én! Duflát! Hát az egy jó kis látodalom volt ez! A fele esett a bőfélyekbe, még a kutyába is fekete kávét öntötte! Bizony szép napot, kár, hogy ez is elmúlt! Nagyon! Na már rég örültem ennyire! Kíván, hogy az öreg anyát is meghalt! A pajzán köntösbe bújtatott történetben több olyan fontos mondani való is elhangzott, amelyet akár ma is írhattak volna. Egy-egy mondatba képes belefogalmazni azt, hogy abban a pillanatban, a nagyvilágban mi történik. Van olyan jelent, ami a háború idején zajlik, és igaz, hogy egy szerelmi, egy férfi-nő, férj-feleség pontosabban konfliktus, de bele vannak fogalmazva azok a problémák, amelyek akkor a falusi életet jellemezték. Egy jó író az örökérvényű. Ott a mondatok, ott a viszonyok pontosan el vannak találva, sőt el is hangzik az előadásban, hogy háború van.
és hogy drágábbak bizonyos dolgok, és nagyon nehéz még dohányt is találni. Ugye, hát most ugye az üzemanyaggal van gond, tehát akkor háború van, akkor mindig van egy pici gond, azt tudjuk. Az örökérvényű nagyon jól megfogalmazott dolgok, akár Shakespeare-től elkezdve Csehovon, de hogy magyar szerzőket említsünk, ugye, hogy egy Molnár Ferenc is ott is, és az az érdekes, hogy ezekből a szerzőkből az ember nem nagyon húz ezekből a szövegekből, tehát hogy nem kell dramaturg, hiszen annyira élnek, annyira jók a mondatok. Tehát nemrég egy játék a kastélyban csináltunk, és ott is azok a Molnár Ferenci mondatok úgy jók, ahogy vannak, és azért egy darabnál nagyon fontos egy darabnál, hogy mennyi, vannak olyan előadások, amelyek híresek lesznek, és 20-30 évig jók, de azután érvénytelenek lesznek a színpadon. Ezek a művek olyanok, amelyek örök érvényűek. Teljes technikával vonulunk le, élő zenével, tehát hogy sokan vagyunk a színpadon, és nagyon komolyan vesszük azt, amit leteszünk ott a színpadra, leteszünk az asztalra, és a közönség éppen ezért nagyon hálás. Én azt hiszem, hogy akármilyen falun, meg bárhol lehet a legmagasabb színvonalon kultúrát csinálni, úgyhogy ők is élvezzék. Mi is élvezzük, ők is élvezzék. Tehát végül is egy ilyen közös élvezeti színházzá alakul ez az egész történet. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!